Üdvözlöm Önöket, kezemben a Magyar Hang legfrissebb száma a pápa látogatási hétvégén. A pápa látogatási hétvégéhez kapcsolódva két cikkünk is van. Az első, amit nagyon ajánlok figyelmükbe, Pető Tibor kollégánk írása, aki Jorge Maria Bergoglióról ír, vagyis Ferenc pápáról még argentin pap és érsek korában, az ottan visel dolgairól. Igen izgalmas, és sajnos Magyarországon nem eléggé ismert dolgok ezek. Ugyancsak Pető Tibor kollégánk járt a Baranya megyei Sumony községben, amely a leépülő magyar falvak sorában az egyik. Nagyon tanulságos riportja az ottani gyönyörű templomról szól, amelyben már meg se lehet húzni a harangot, mert félő, hogy összedől a torony. Gazdasági rovatunk régi sorozata folytatódik, Magyarországot összehasonlítja a környező államokkal, most Szlovénia került sorra. Kiderül belőle, hogy a koncepciózus állami politika milyen messzire juttathat egy országot 3 évtized alatt. Szlovénia most már teljesen egyenrangú egy ausztriai vagy svájci felfogású országgal, szemben a magyar viszonyokkal. Kérem Önöket, hogy ne csak olvassák, hanem vásárolják is a Magyar Hangot, és nézzék meg podcastjainkat és más műsorainkat.